A kezdetektől ti is részt vesztek a NAK szántóföldi bemutatóján. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy bemutassuk a termelőinknek, hogy mi az, amit kínálunk nekik, és külön öröm számomra, hogy a NAK ezt felvállalta, és már harmadik alkalommal rendezik meg ezt az országos rendezvényt. Mi az, amit bemutattok itt a gazdáknak? Gyakorlatilag szinte a teljes portfóliónkkal itt vagyunk. Láthatnak a termelőink kukoricahibrideket, bemutatjuk az új két kukoricahibridünket, napraforgó portfóliónkat, a repce portfóliónkat, itt is érkezik egy új hibridünk, kalászos fajta kínálatunkat is érdemes megemlítenem, ősszel már új fajták állnak a termelők rendelkezésére, de fontos beszélnem, hogy a növényvédelmi újdonságainkkal is itt vagyunk, láthatják, hogy mit tudnak a készítményeink, hátta mögött egy teljesen új készítménnyel kezelt táblát mutatunk be pont a termelőknek. Ha a növényvédelme nézzük az idei évben, akkor nem könnyű dolgotok van most ezen a tavaszon, illetve nyár előn. Én úgy gondolom, hogy a 24. órában érkezett a csapadék. Ez sokat segített a termelőknek a kalászosba, bár azt látjuk, hogy nem lesz egy kiemelkedő év a kalászosba. És most hívnám fel a termelők figyelmét, hogy most még van lehetőségük, védekezni kell a fuzárium ellen, mert ilyen csapadékos körülmények között szinte biztos, hogy elhagyhatatlan a fuzárium elleni védekezés idén. Kapáskultúrákba pedig én úgy gondolom, hogy most eljött a posztgyomírtásnak az ideje, tehát aki tud, az megy a területre és védekezik. Nem csak szántóföldi növényeket mutattok be, hanem fölvonultattok egy nagyon pici szeletet a zöldség portfóliótokból is. Nagyon szép kis paradicsomokat láthatunk itt. Igen, hát Magyarországon nagyon sok termelő úgy gondolja, hogy mi alapvetően szántóföldi kínálattal vagyunk jelen itthon, de nem, van egy külön zöldség vetőmagüzletágunk is. Ők elsősorban professzionális termelőknek kínálnak megoldásokat, és van egy játékunk a termelőknek, amiben kipróbálhatják az új Svitel koktélparadicsomunkat, ami cincsenta nemesítés. Toborzásra is felhasználjátok ezt a két napot. Miben kerestek partnert? Ezt mindenki látja, hogy a digitális eszközök elérkeztek a mezőgazdaságba is. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy milyen gépi felszereltsége van, vagy milyen digitális felszereltsége van már egy-egy traktornak. De ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy megkönnyítsük a termelőknek az adminisztrációs munkáját, és már 150 országban jelen van egy úgynevezett AgriWeave Farm Management szoftver, amit a Syngenta itthon tesztel Magyarországon, és ehhez keresünk termelőket, akik az elkövetkezendő egy évben velünk együtt tesztelik, fejlesztik ezt a programot, és remélhetőleg ez az elkövetkezendő éveknek az egyik sikerszoftvere lesz itt a magyar piacon.